Elemzéssel folytatjuk a ma reggelt. Főnöknek nevezték Kis László Gyúcsány Ferenc polgármesterét az óbudai korrupciós botrány főszereplői, ez derült ki a magyar nemzet oknyomozó cikk sorozatának újabb részéből. A lap a nyomozás segítő férfi vallomása alapján azt is írta, hogy a harmadik kerületi pénzszivattyú 90%-os haszonnal történt. Az önmagára is terhelő vallomást tevő férfi azt állítja, a kenőpénzeket minden alkalommal Kis László és a többi gyanúsított háza előtt személyesen adta át. A témában Stefán Zoltánnak érkezett vendége, jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, Csaba, jó reggelt kívánok a nézőknek, és jó reggelt kívánok a Nézőpont Intézet elemzőjének, Roty és Bálintnak is. Jó reggelt kívánok. Pár nappal ezelőtt beszélgettünk már a harmadik kerületi ügyről, és akkor is rögzítettük, hogy az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, a perbíróság feladata lesz eldönteni, hogy kit milyen felelősség terhel ebben az ügyben, ahogyan azt is, hogy a most megjelent információk valóságtartalma milyen. Azt viszont biztosan lehet tudni Kis László ügyvédjétől, hogy ahogyan Szamecsnik Péter fogalmazott egy régi barát, terhelő vallomást tett többek között kislászlóra is, azért, hogy az ő büntetése az kisebb legyen. És most a magyar nemzetben megjelent egy informátor által elmondott történet is arról, hogy milyen pénzek hogyan kerültek kikhez, mi volt az útja, és hogy hogyan jutott vissza az önkormányzat vezetőihez. Milyen hierarchia, milyen rendszer rajzolódik ki az alapján a gyanú szerint, amely, amelyet felvet ez az írás. Valóban senkinek se a bűnösségét itt nem állapíthatjuk meg, de azt azért kijelenthetjük, hogy az a vallomás is, ami, amit a sajtó közreadott, az egy nagyon részletes beszámoló arról, hogy hogyan is történtek ezek a korrupciógyanús esetek az önkormányzatban. Egy nagyon komplex, több szereplős, illetve jól kitalált, vagy jól átgondolt, előre eltervezett folyamatnak volt ez az életű a tanúja ugye említett több nevet is, ugye már 2019. októberében a feljelentőt megkeresték, Pégábor személyében azzal, hogy az önkormányzatnak a saját sajtótermékének a kiadásának a szerződése le fog járni, induljon el nyugodtan, mert győzni fog, tehát ez a tipikus esete az, amikor beszerveznek egy céget és előre közlik, hogy ő fogja megnyerni a közlebeszerzést, de nem csak P. Gábor volt érintett, hanem egy F. László nevű személy is, ő is kapcsolatba került a feljelentővel, ugye ez az a személy, aki Kis László feleségével üzlettársi kapcsolatban állt, ő azzal kérte meg a feljelentőt, hogy szerezzen cégeket, akikkel az önkormányzat le tud szerződni, a cégek megbízási díj 90%-át visszafizették az adott vádlott kör irányába, 10%-át meg megtarthatják, tehát itt került sor, úgymond ezekre a visszafizetésekre, illetve mind F. László, mind P. Gábor, mind pedig D. Robert nevű vádlott megerősítette azt a fejlentő személy irányába, hogy vannak olyan esetek, amikor a pénzek egy része bizony a polgármesterhez, kis Lászlóhoz vándorol vissza. Ilyen volt a hirdető infrastruktúrának a közterületeken történő megtartása. Ott azt állították, hogy a pénzek egy része azok visszavándorolnak a polgármesterhez. És ugye valóban a feljelentő arról is beszámolt, hogy ezekre a Pénzügyi transferekre, most mondjuk így, ezekre vagy egy autóban, vagy az autó mellett egy ház előtt kerültek sor, hol bolít, borítékban, hol nem volt szükség borítékra, tehát egy nagyon részletes beszámolót hallhatunk láthattunk ezzel kapcsolatban. Tehát összességében azt jelenthetjük ki, hogy a szereplők előre eltervezték ezeket az akciókat, átgondolták, hogy hogyan lehetne úgy megtenni, hogy minél több szereplő be legyen vonva már olyan értelemben, hogy ne lehessen egyből eljutni a legmagasabb szintre, és itt a legmagasabb szint az jelenleg Kis Lászlót érinti. Tehát egyértelműen az érintettek a saját politikai befolyásukat, azokat arra használták, hogy a vált szerint a saját megazdagodásukat, illetve jólétüket biztosítsák önkormányzati pénzből. Kis László ügyvédjén keresztül abszurdnak minősítette a gyanúsítást. A harmadik kerületi önkormányzat politikai leszámolásról ír Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció elnöke is. A kormánypárti ármánykodást lát emögött az ügy mögött. Amit lehet tudni az önkormányzat házatájáról az az, hogy indult egyébként egy vizsgálat ebben az ügyben, ami azt állapította meg, hogy a megrendelt munkát elvégezték az érintett cégek. Januárban történt egy módosítás a szervezeti és és működési szabályzatban, amely arról szól, hogy a polgármester akadályoztatása esetén a korelnök veszi át majd az ő helyét, pozícióját. Ami azért lehet érdekes, mert nem tudjuk, hogy kislászló meddig lesz előzetes letartóztatásban, hiszen ő a regnáló polgármester és a megválasztott polgármester is. Milyen helyzetet teremthet az, hogyha szeptember végén, október elején ő még börtönben ül, és nem tudja letenni az esküt? A kormányhivatalnak, a országgyűlésnek mi a lehet. Ugye, tehát először is, amikor egy önkormányzat a saját működési szabályzatát módosítja, az, az nem véletlenül történik, tehát a mindig van valami ok. Nyilván itt a pontosokat nem tudhatjuk, de. Most biztosan akadályozza. De, 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 de valóban az eset arra enged következtetni, vagy sejthetjük, hogy esetleg az érintettek már korábban értesültek arról, hogy mondjuk a rendőrség, illetve a hatóságok komolyabb akciókat fognak lefolytatni, így szükségesé vált ennek a szabálymódosításnak a fektetése. Ugye jogilag lehet még csőni csavarni a dolgot, illetve azt se felejtsük el, hogy 26-ban lesz egy országgyűlési választás, és ami szintén behatárolja azt, hogy például meddig lehet előrehozott választást tartani. Azt viszont kijelenthetjük, hogy gyakorlatilag egy önkormányzat irányítása előzetes letartóztatásból az gyakorlatilag nem megoldható, még helyettesítése sem. Tehát egy polgármesterre, alpolgármesterekre, hivatali vezetőkre szükség van, őknek ott kell lenniük jelen az önkormányzat életében. Tehát még hogyha jogi kiskapukat is felhasználnak, az is valójában csak. Hogy mondjam, a menekülés egy elkerülhetetlen helyzetről. Ugye itt már nem csak vádról beszélünk, hanem itt már nagyon komoly nyomozás nagyon komoly információk látnak napvilágot. Tehát ez, ez az egész helyzet politikailag egyre inkább tarthatatlan, mind a polgármester, mind pedig a teljes baloldal számára ha már teljes baloldalról beszél, akkor beszéljünk zuglóról is, hiszen ott vádat emeltek a zuglói és az új budai parkolási rendszerrel, valamint a BKV informatikai keretszerződésével kapcsolatos ügyben. Hét ember, köztük négy msp s politikus, Horváth Csaba zuglói polgármester, Tóth Csaba volt országgyűlési képviselő, Baja Ferenc volt miniszter és Molnár Zsolt országgyűlési képviselő ellen az ügyben. Negyed milliárd forinttól kezdve 30 millió és 40 millió forintos kenőpénzek kig lehet olvasni, de itt is nyilván majd a bíróság feladata lesz eldönteni, hogy mi is történt pontosan. Minden esetre a vádemelésről lehet olvasni. A regnáló polgármester azt mondta, hogy ő a sajtóból értesült arról, hogy vádat emeltek ellen, nem Olnár Zsolt, meg arról beszélt, hogy ő saját maga kezdeményezte a mentelmi jogának felfüggesztését, áll az eljárás elé. Hogyha a két ügyet nézzük, akkor, és amire ön említett, a jobb szokták azzal vádolni, hogy a jobboldali politikusok a befolyásukat saját gazdagodásukra használják fel. Az elmúlt években a baloldali politikusoktól ezt lehetett Hallani. A politikai elemzőként hogyan látja, milyen hatása lehet ennek, hosszú távú hatása ezeknek az ügyeknek? Gyakorlatilag az terült ki, hogy a baloldal, amióta hatalmat tudott szerezni önkormányzati szinten, valójában ők azok, akik a politikai, legalábbis a vádak szerint, akik a politikai befolyásukkal visszajelve saját meggazdagodásra használják ki azokat a közbeszerzéseket, amiket ki kell írni. Tehát pont, hogy a baloldal az, aki a korrupciót, mint eszközt aktívan alkalmazza. Ugye Óbuda, Újbuda, Zugló, de ugye a fővárosi szinten is sok korrupciós ügy van, tehát nagyon sok ügy van, és ezen ügyekben mind-mind nyomozások vannak, tehát itt nem pusztán vádakról beszélünk. Ez egyértelműen rontja azért a baloldali elitnek a megítélését. Ugye valóban az ő programjuknak vagy kommunikációknak a főpontja az, hogy a baloldal az, amelyik üldözi a korrupciót, illetve meg akarja szüntetni, ők ezért jobbak, mint a jobb oldal. Na most ezek az esetek valójában arra világítanak rá, hogy a baloldal ugyanott tartó 2010 előtt tartott, a saját hatalmát, valójában a saját politikai, illetve gazdasági érdekeik kielégítésére használják. Rotyis Bálinnak köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.